A Nyíregyházi Colorpack ZRT 6-7 éve döntött úgy, hogy a hagyományos nyomdaipari termékek előállítását befejezi. Ide tartozik például a könyv, füzet vagy a magazin. Azóta a csomagológyártás a fő profilja a cégnek. Legutóbb egy új, csúcstechnológiát képviselő offset nyomógépet vásárolt a nyíregyházi vállalat. A gép egy menetben képes 6 szín nyomtatását és lakkozását elvégezni, valamint a legmagasabb minőséggel minden papír típusra akár 1 mm vastagságig nyomtatni. Alapvetően a fő irány az a csomagolóanyaggyártás. Itt beszélhetünk papíralapú címkéről, tömörkartonról, illetve ezek különböző variációiról, amit említett a felvezetőben, hogy fémre, az ebben a formában így nem igaz, de fémmel bevont papírra ez így megállja a helyét. Tehát akkor vannak azért itt árnyalatni különbségek. Ezáltal, hogy ezt be tudták szerezni, ezt a gépet, önök szerint versenyképesebbek is lettek a piacon? Mindenképpen. Úgy gondoljuk, nyilván az, amit meg tudunk csinálni, speciális termékek, ezek ilyen niche marketek, úgy hívják, tehát ilyen szuper különlegesek, viszont egy olyan kategóriájú gépet sikerült meglépnünk ezzel a beruházással, amit a világon sehol nincs jobb. Magyarországon is ez a legjobb gép jelenleg, tette hozzá Zsuk László, beleszámolva azokat a külföldi tulajdonú, multinacionális csomagoló anyaggyártó cégeket is, amelyeknek hazánkban működik telephelyük. Ezek a cégek viszik egyébként a piac körülbelül 80%-át. A cég terve, hogy még inkább Nyugat-Európába is termeljenek a következő években. Jelenleg Romániába, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Hollandiába, Belgiumba és Nagy-Britanniába is szállít a Colorpack ZRT. A szakember hiány a nyíregyházi vállalatot is érinti. Szintén tapasztalják, hogy kevés a szakképzett munkaerő. Ennek több oka van. Nem gondolom, hogy csak az az oka, hogy most olyan fellendülőben van a gazdaság, hogy sok helyre kellenek sok emberek. Nem csak szakember hiány van, hanem ember hiány is, akikből szakembert lehetne csinálni. Hát itt ugye az alapvető probléma, nagyon sokan, nagyon sok fórumon elmondják, a szakember képzés. Én vizsgáztatok különböző helyeken diákokat. Nem túl jó minőségű, maradjunk ennyibe ez a képzés. Úgyhogy ezért mi úgy döntöttünk nagyon sok évvel ezelőtt, hogy ezt megpróbáljuk házon belül megoldani. Először ezt ilyen nagyon autodidakta módon kezdtük csinálni, viszont a világban ez akkora probléma, most már nem csak nálunk, hogy erre nagyon komoly tudomány alakult ki igazából, hogy hogyan lehet cégeken belül olyan képzési programokat, képzési rendszereket kialakítani, amik életben tudják tartani a céget, és saját maga képes kitermelni a saját maga számára a megfelelő munkaerőt. Hányan is vannak önök? 80 plusz. Tehát akkor sikerült kialakítani egy képzési rendszert, egy belső képzési rendszert? Hát ez a jó pap is holtig tanul kategória, tehát nem mernék ilyet kijelenteni, hogy sikerült, de nagyon sokat foglalkozunk vele, hogy ebbe az irányba tovább fejlődjön a cég. A nyilvános cégadatok szerint a Colorpack ZRT 2017-es nettó árbevétele 1 milliárd 675 millió forint volt, adózott eredménye pedig meghaladta a 80 millió forintot.